Haliskacok! Arról szeretnék nektek ma beszélni, hogy a Starfield, ami majd meg fog jelenni Xboxra, az nem lett olyan nagy szám, és nem is értem, hogy miért lett ennyire nagy hype-on az a játék. Az egy open world szerű játék, FPS nézetbe, ugye van egy karaktered, tudod húzni, tudsz fegyvert húzni, egyszerűen olyan, mint a No Man's Sky, hogyha összehasonlítani szeretném, vagy szeretnénk a játékot. Hát én szerintem nem valami nagy szám a játék. Igaz, hogy nagyon sok, rengeteg világ van, amiben el tudsz utazni, meg rengeteg fegyver van, amit egyszerűen mindenhez mindent ki tudsz farmolni, meg mindenhol mindennek megvan a megfelelő helye. De ez szerintem nem lett annyira nagy szám, hogy Game of the Year legyen. Hát Xboxra lehet, vagyis ez ugye az Xboxra jött igazából, de az Xbox, amilyen ilyen fanatik, lehet, hogy bejelöli Game of the Year-re, de én az én véleményem szerintem nem lett olyan nagy szám a játék. Elég sok mindenki van dolgozva, elég sok mindenki lett dolgozva, amire odafigyeltek, de nagy potenciál nincs benne igazából. Nem akarom leszólni, aki szereti az ilyen játékokat, azoknak ajánlatos a Starfield, de az én véleményemet el akartam most így nektek mondani, hogy aki várja nagy hype-on lévő játékot, az lehet, hogy ha játszani fogja, nem lesz olyan nagy élmény, mint amikor látta videóba például, vagy játszották, berakták gameplay trailerbe, hogy ahogy mekkora a fegyverekkel, hogy tud megölni egy egyes szintű kis robotot. Hát nagyobb szinten szerintem órákig kell lőni az ellenfeleket. Az ellenfeleket szerintem, jó, nem órákig, de azért elég sok skuló kell bele, még egyes levelin is betározott a csávó minimum 2-3-szor, nem tudom, aki nézte a Starfield gameplayt, az tudhatja, hogy nagyobb szinten egyre több golyó kell mindenkibe, és egyszerűen még ha modozni is lehetne a fegyvert elég jól, elég keményen lehetne modokat beállítani a fegyverre, ami ilyen plusz 25% headshot damage, plusz 50% gape damage, ugye robotik, attól függ, hogy milyen, hát milyen, ha modok lennének. De így modok nélkül nem igazi. Ez a játék most, ez a Battlebeat Remastered, ez már kint van ez a játék, ez játszható. Azért raktam is be ezt a játékot, ezt a Battlebeat-et, mert egyszerűen ez Game of the Year. Ez lehet Game of the Year, ez a játék. És ezt nem viccből mondom. Az Xboxon, PC-n lehet a Battlebeat Remastereddel játszani. Elég fun a játék. Olyan, mint egy Battlefield. Hát általában ez egy ilyen Battlefield copy. Akinek tetszik az ilyenfajta Battlefield-es lövöldözős játék, vagy Battlefield fan, annak ajánlatos, így PC-n meg Xboxon. Ennyit akartam skacok a videóban elmondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!